Sziasztok! Hát egyáltalán nem ilyen formátumra terveztem ezt a videót, amikor én ma délelőtt leültem játszani ezzel a játékkal. Azonban a Wolong Fallen Dynasty-nek a Conqueror of Jiangdong, azaz a második DLC, minek kitoltam, eljutottam oda, hogy kijelentsem, hogy ez a játék haldoklik, az utolsókat rúgja nagyon-nagyon, és körülbelül ez a mém tudja a leginkább szemléltetni, hogy mégis milyen állapotokban van a játék. Röviden tömören összefoglalva, az összes újra felfedezett jó indulatomat, ami volt a játék iránt, azt ezek a faszopó fejlesztők fogták, kidobták az ablakon és cserébe jó urasan szemen köptek. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Menjünk a pozitívaktól a negatívak fele. Elkezdtem reménykedni, amikor a patcheket láttam, mert ugye így körülbelül 3-at átaludtam. Úgy voltam vele, hogy hát, hogyha a nagy közönség számára már menthetetlen az a játék, mert összességében a sok újítás ellenére még mindig azt tudom rámondani, hogy túl kevés, túl későn. Ezek a 3 hónapos megváratások, ezek nagyon-nagyon nem dolgoznak nekik. De ettől függetlenül bizakodó voltam, ugyanis hoztak be pár érdekesebb dolgot. Úgy gondoltam, hogy ezeket célszerű lesz átfutni a legelején. Ugye már vagy 2 adag új spellt, egyet még az első DLC-vel, ugye minden elemhez jött 2-2 új, amiket bossoktól lehet megszerezni, meg most az új nehézséggel hoztak be még 10 újat, ezekből még nem szereztem meg mindet. Volt egy Lies of P crossover, mivel ezek a nyomorultak annyira szerencsétlenek, hogy saját maguktól nem tudnak egy releváns játékot összerakni, ezért kénytelenek rácsimpaszkodni más játékoknak a népszerűségére, lásd Nio, mert egy Nio crossover is lesz majd később, vagy éppen a Lies of P. Ugyanis kaptunk 2 fegyvert, a Scrap Watchman ergójából elkészíthető etikettet, a Martial Artja is ugyanaz konkrétan, és a Puppet Sabert, ami egy Curved Saber, és az a Martial Artja, hogy 2 jeges vágás plusz 1 tüzes. Ez lenne a nagy Lies of P crossover. Clap clap, ügyesek vagytok. Most már van egy plusz menüpont, hogy minden egyes checkpoint használat, akkor a neked nem kellő tárgyakat, tehát páncél, fegyver, stb. Be tudod darálni, ezt lehet konfigurálni, valamint most már a fegyverekre nem csak 2, hanem 6 martial artot is lehet rakni, illetve lehet fejleszteni a fegyvernek a martial art szintjét is, azonban ez nincs ingyen, kell hozzá egy úgynevezett martial soul fragment tárgy. Ezt majd mondom, hogy honnan lehet beszerezni, ugye jött egy új nehézség, a Heavenly Dragon, ebbe még nem kezdtem bele, csak annyit láttam, hogy jött egy új, most már 7 csillagos tárgyak, annak a színkódja a sötétkék, és annyival tudnak többet, mint a pirosak, hogy most már egy prémium stat helyett 2 lehet rajta. Erről még nem beszéltem, de a prémium stat az lényegében egy ilyen 2-2,5-szeres verziója egy sima statnak, és csak és kizárólag úgy tudod ezeket így változtatni a fegyveren, hogyha előtte mondjuk már találtál egy olyat. Összességében ezek jók, és igazából a 7 csillag még azt is magával hozva, én úgy vettem észre, hogy a set bónuszokon már kicsikét magasabb százalékos értékek vannak, viszont a 2+ új grész, amit idáig találtam, egyelőre mind a kettő egy rohadt nagy csalódás, szóval ja, speciál az új spellek, amiket én használok, a tüzesek azok elég jók, Devouring Flames, Purgatorial Purge, akkor Stellar Fury, illetve a Toxinagon a Ravaging Axe-et használom. A többit azt meg nézzétek meg, most nincs kedvem megmutatni az összeset, valamint behoztak egy új játékmódot is, talán ez a leginkább relevánsabb, ez az, amivel szívesebben mennék még, az úgynevezett 1000 mérföldes utazás. Kicsikét olyasmi, mint az Abyss és az Underworld-nek egy ilyen fura keveréke, táborok között lehet menni, azok lényegében a checkpointok, ha közben a választott út egyikén meghalsz, akkor visszakerülsz a legelejére. Itt is van egy saját valuta, ez az arany lópatkó, ebből lehet venni például olyan martial soul fragmenteket, amivel martial artot lehet változtatni a fegyvereken. Vagy például a plusz 10-eshez kellő steel és leather alapanyagokat, illetve már láttam ebből Dragon verziót is, ami gondolom a plusz 11 lenne a fegyvereken, meg ilyesmi. Itt elindulsz egy kiválasztott úton, vagy egy vagy több bosszal küzdesz, vagy arénázni kell, stb. És hogyha meghalsz, akkor vagy beáldozhatsz egy golden húvot, hogy újra próbálhassad, vagy visszadob a játék az elejére. Ez speciál, érdekes is lenne. Itt én úgy gondolom, hogy lehet majd jól farmolni, meg minden. Na de akkor a DLC-k. Hát gyerekek, ez egy rakás szar volt konkrétan. Behoztak 3 main mission-t, abból az egyik egy már meglévő pályának, az esős hajóroncsosnak volt a koppintása, akkor második egy ilyen
ilyen tábort kellett bevenni, és hogy ilyen zöld erdő közepén volt, semmi új, a harmadik pálya meg a második volt Pepitába, csak itt emberek helyett szörnyekkel kellett küzdeni. Behoztak konkrétan egy új ellenfelet, abból is egy kicsi meg egy nagy verziót, meg a madarakból volt egy átszínezett verzió, ezek úgy önmagában nem rengetik meg a világot alapjaiba. Na de a bosszok. Lehet, hogy az is hozzátett, hogy New Game Plus-on az a Soaring Dragon nehézségén játszottam, de nemes egyszerűséggel úgy voltam vele, hogy a karakterem már túl van tápolva ahhoz, hogy Rising Dragon-ön New Game Plus-on nyomjam, bár lehet, hogy úgy kellett volna igazából, ki a faszt érdekelt volna, hogyha túl OP vagyok, ágyaltam volna az egészen, és akkor nincs az egész. Bár szerintem a három story boss az nehézségtől függetlenül unfair szarra, és konkrétan az ízléstelenség magas iskolájára sikeredett. A harmadik az egyetlen, amit még valamilyen formában tudtam élvezni, az egy démon volt. Nagyjából követhetőek voltak a mozdulatok, és egy kicsikét olyasmi volt, mint az első DLC-nek az utolsó bossza. Ez kicsikét agilisebb volt, kicsikét durvább dolgokat csinált. Ezt még úgy azt mondom, hogy talán a frusztráló mellett legalább annyi százalékba fun is volt kitanulni. Erre itt meg, mivel Lies of P crossover van, megleptek azzal, hogy miután levertem a HP-ját, Phase 2, ami kétszer olyan durva, mint az első, na, és itt mondtam a végén, és mivel ez a harmadik volt, itt mondtam a végén, hogy jó, hát mi jöhet még tényleg. De még komolyan ez volt még a legvállalhatóbb a többik közül, ugyanis a másik kettő emberek. Hogy néztek ki itt idáig a boss fightok, vagy volt valami nagy darab démon, akit ugye nem tudtál megszakítani, de azért nem pörgött 20 000-es fordulatszámmal. Ha viszont valami emberi boss jött, aki ugyanolyan gyors, mint a karaktered, ott volt az az előnyöd, hogy meg tudtad őket szakítani, hát mivel emberből van, na itt mind a kettőnek Infinite Hyper Armorja volt. Fullosan spamelték a végtelen kombókat, piros támadások természetesen akkor, amikor animációba vagy, amik one-shotolnak, és egyszerűen az érződött, hogy nincs semminek súlya. Tök mindegy, hogy mit csinálok. Hiába deflektelek le 20 támadást egy huzamba, megint az ellenfél fog jönni, megint nem te, ha te bármit támadni mersz, akkor konkrétan meghalsz instant, és már úgy voltam a végén tényleg, hogy csak tudjam le az egészet a retkes faszba. Semmilyen formában nem volt élvezetes egyik se, és gecire csalódott vagyok, hogy végül ez sikerült kihozni konkrétan az egészből. Konkrétan hány ingerem van tényleg, hogy erre a trashre vártam bazd meg 3 hónapot. Pontosabban nem vártam, azt is elfelejtettem, hogy jött ki ez a szar. És még akkor terveznek egy DLC-t, majd még decemberben, amit majd úgy talán január-februárban le fogok nyomni, és max egy hasonló videót fogok róla nyomni. Addigra még egy kicsikét föltápolom majd a karakteremet, meg most már majd a 7 csillagos gírekkel telebaszarintom a buildet, és úgy fogom lenyomni. Ugye ezen a nehézségen biztos, hogy nem fogja megérdemelni azt a játék, hogy én a kövi nehézségen nyomjam, valamint az oka annak egyébként, hogy nem csináltam belőle több részt, az, hogy itt van 7 órányi nyers felvételem. És nem az van, hogy szégyellem, amiket mondtam, mert ugyanolyanokat mondtam, mint amiket szoktam mondani, jó, talán több, kevésbé polkorrekt rész volt benne, azokat meg mindig ki lehet sípolni, meg ilyesmi. A nemes egyszerűséggel úgy érzem, hogy ez a játék gecire nem érdemli meg azt, hogy én itt most még órákat üljek a rend előtt, és próbáljak konkrétan szarból várat építeni. Szóval nem, ennyi volt, egészen addig, amíg nem jön az utolsó DLC, ez az utolsó videó, amit én produkálok ebből a szarból, és utána is, majd ha kijön az utolsó DLC, talán még egy ilyen helyzet jelentő, de semmi build, én ezt befejeztem, ez a középszerű szardarab az meg nem érdemli meg a drága időmet. Most is elbasztam az egész napomat vele, kurvára megérte, és nem igazán érzem úgy, hogy bármivel is gazdagabb lettem volna. Tehát így lement a DLC, és így ok, lapozzunk, csináljunk most már valami értelmeset. Egyáltalán valaki játszik még rajtam kívül itthon ezzel a szarral, most úgy őszintén. Arról nem is beszélve, hogy még sztori szempontból is súlytalanok a DLC-k. Itt ugyanis nem az van, mint a Nioh 1 vagy a 2 esetében, hogy lejátszódik az alapjátéknak a cselekménye és a jövőbe, utána arra épülve jönnek a DLC-k, vagy mint a Nioh 2-ben, hogy visszamenni a múltba, hanem így konkrétan úgy akarják eladni a DLC-ket, mint retkes spin-offokat. Mert a karakterem persze olyan, mint az igazság meg a halál, hogy ő mindenhol ott van, nyilván, és nem igazán éreztem, hogy a sztori is úgy bárhova tartana, megint behoztak egy csomó régi, meg egy csomó új karaktert, akikről azt se tudtam, hogy kik ki a faszom, mert a játék egyébként nulla munkát végez azzal kapcsolatban is, hogy bemutassa őket. Elvárja mindenkitől, hogy ilyen kínai történelem nerd legyen, hogy majd mindenkit vágjon név szerint, amúgy meg a többiek meg bekaphatják, és így összességében azt mondom, hogy nem tudom, hogy mi volt ezzel az egésszel a céljuk. Hogyha az, hogy pár pincelakó, önsanyargató nyomorunknak a kedvébe járjanak, akik még mindig úgy gondolják, hogy a Nioh 1 DLC
és a Ninja Gaiden-szerű trash harc az igazi, akkor sikerrel jártak, egyébként pedig csúfosan buktak. Nem tudom. Nem tudom komolyan, hogy ezt hogy a faszomba gondolták őszintén. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltak hozzá, hogy egyáltalán játszottatok ezzel, egyáltalán a New Game Plus-nak adtatok esélyt, és hogyha mindez igaz, akkor egyáltalán fogtok esélyt adni a New Game Plus-nak. Várom a véleményeket, srácok és lányok, addig is köszönöm szépen a figyelmet, és én melyik is fölakasztom magam. Sziasztok!